Karácsony a legnagyobb keresztény ünnepünk a húsvét után, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. A karácsony egyben az öröm, a békesség, a család és az otthon ünnepe. Számos népszokás kötődik az ünnephez, ilyenkor jelmezekbe és állarcok mögé bújva igyekeztek zajt kelteni a ház körül, aminek célja a gonosz ártó szellemek előzése volt. Vidékenként eltérően a gyerekek regöléssel, kántálással, betlehemezéssel készültek. Utóbbinak máig nagy hagyománya van szerte a magyar nyelvterületen. A legszebbek és a leghosszabbak, a legnagyobb odafigyelés betanulást igénylőek az erdélyi betlehemes játékok. A Dunántúlon gyakran csak a pásztorjátékot játszották el, vagyis a pásztoroknak az évődését, és vitték a különböző betlehemeket magukkal. Kétféle jellegzetes típusa van a betlehemnek, az egyik a templom alapú, a másik pedig az istálló jelképező betlehem. És van Magyarországon egy jellegzetes betlehemes játék, a bábtáncoltató betlehem, amikor nem csak élő alakok játsszák el a Jézus születésének a történetét, hanem bábokkal is eljátszatják. A máig élő népi hagyományok mellett fontos része az ünnepnek a karácsonyi faállítás. Nálunk csupán a 19. század második felétől lett népszerű, először a jómódú nemesi családoknál, majd mind szélesebb körben terjedt el. A gyertyák a karácsony faágain az új fényen jövetelét szimbolizálták, és utat mutattak a három királyoknak a kis Jézus megtalálásához. A karácsony faállítás mellett az ajándékozás is része az ünnepnek. A téli ünnepi hagyományok a századok során sokat változtak, de az ajándékozás szokása megmaradt. Igazán az Isten adja a legnagyobb ajándékot számunkra Jézus Krisztusba. Karácsonyban igazán az ajándékozás az egy későbbi keletű dolog, valójában nem tartozott hozzá közvetlenül, sokkal inkább a kántálás, az örömhír meghirdetése magának az, hogy Krisztuson megszületett. Az ajándék, mondom, sokkal inkább az Istentől származik, aki lejött az emberhez és megtestesült. Én magam is tapasztalom, hogy hát igen nagy a sürgődés, forgódás áruházakba is. Persze ez egy jó dolog, mert azért valahol mégiscsak a szeretetre való készülődés jelenti. Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi kezdetét, a karácsonyi 12-ed, amely január 6-áig, vízkereszt napjáig tart. Ez a nap egyben a vizek megszentelésének és Jézus megkeresztelésének ünnepe is.